a város sportéletének híreivel, érdekességeivel újra itt a Kispad, a DSTV heti magazin műsora. Köszöntöm kedves nézőinket, tartalmas időtöltést kívánok! A március 15-én és 16-án lezajlott nyílt és amatőr bajnokság küzdelmei ezúttal is remek hangulatban zajlottak. Március 15-én pénteken a második amatőr versenyen 73 férfi és 8 hölgy versenyző állt táblához. A játékosok a dunaújvárosiakon kívül közel 30 településről érkeztek a megmérettetésre. Körmendi Mihály, a Dunaújvárosi Darts Klub elnöke értékelte a versenyt. Sikeresen lezajlott a versenyünk, pénteken 73 férfi és 8 női versenyző nevezett. Ez a csoportkörmérkőzés, csoportban játszott a körmérkőzés, aztán meg 64-es főtáblára kerültek ki, és onnan mentek a végső győzelmig. 30 városból érkeztek versenyzők, elég szép létszámmal. Az első helyzet az Glicskó Ádám lett Kiskörösről, második Cigányi Péter Skóskútról, harmadik Wolf Gyuri Dunaújvárosi Darts Klub versenyzője, negyedik pedig Csorvási Vila Dunaújvárosi nem klubból, csak Dunaújvárosi városból jött. Szombaton a negyedik Dunaújváros Openen nem indítottak külön női versenyt, hiszen mindössze egy hölgy adta be a nevezését. Ezen a megmérettetésen 50 játékos vett részt. Szombaton a nyílt versenyünk volt, a negyedik nyílt versenyünk volt, ott csak 50-en voltunk, idézőjelben, 15 városból jöttek össze a versenyzők. 5 kis csoportkörök voltak, és a végén 48-as főtáblát csináltunk, úgy mentünk tovább a legvégső győzelemig. Itt mind a két nap olyat csináltunk, mind a nagy PDC színpadon, hogy bemondom a zenékre, jöttek be a legutolsó 4 versenyző, óriási hangulat volt, mindenkinek tetszett, úgyhogy nagyon körültünk. Az első helyzet pénteki napon, szombati napon Kovács Árpád lett, a Dunaújvárosi Darts Klubnak a versenyzője. Második helyzet lett Rákosi György Kincsesbányára, ő első versenye volt, és nagyon örült a szereplésének, első komolyabb versenye volt. A harmadik helyzet lett Hegedűs László Dunaújvárosi Darts Klub versenyzője, és negyedik helyzet lett szintén a Dunaújvárosi versenyző Baranyai Norbert. Pénteken még volt egy külön női versenyünk, ahol 8 lány indult, és ott az első helyet Adorján Erika volt Dunaújvárosi Darts Klubról, a második Nagy Magdolna a Dunaújvárosi Darts Klub versenyzője, harmadik helyzet lett Nagy Andrea Dunaújvárosból, és negyedik pedig Szöllősi Andrea Érdről. A legfiatal versenyző talán olyan 15-16 éves volt, a legidősebb pedig olyan 65-70 körül. De általában 30-20-30-40 éves versenyzők voltak itt. Hangulat jó volt, mint mindig, ezt mi okoztuk és mi reáltuk. Jó volt, mindenki örült, mindenki kellemes szájízre ment el, hál' Istennek soha senki nem mondja, eddig most már 4 éve volt ez a versenyünk, mindenki vissza akar jönni, és egyre többen leszünk. Hát most kicsit kevesebben voltunk a szombati napon, de szerintem ez egy másik versenynek a kezdeszervezése akadálya volt, hogy ezért voltunk olyan kevesebben szombaton. Még a héten fogjuk kivinni a valamint családnak a Újvárosból, ezt még nem döntöttük el, hogy ki fogja megkapni az élelmiszerjegyünket, jegyeinket, ruhákat és ilyen plusz látokat viszünk ki a családnak. Pénteken a legnagyobb kiszállót Csonka Ferenc és Wolf György érte el, mindketten 120-szal, a lányoknál pedig Adorján Erika 90-nel. Szombaton a legnagyobb kiszálló 130 volt, amely Rákosi György érdeme. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség immár 5. alkalommal rendezte meg a Nemzeti Kupát március 15-én. Ezzel párhuzamosan pedig lezajlott a 11. Miklós István Acerbis Senior Foci Kupa is. Mindkét rendezvénynek a Dunaújvárosi Sportcsarnok adott otthont. Megtelt a Városi Sportcsarnok nemzeti ünnepünkön március 15-én. Ezen a napon 2 kupa zajlott egyszerre a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tagjainak szervezésében. Az 5. nemzeti kupán 10 csapat szerepelhetett, a 11. Miklós István emléktornán pedig 8 együttes mérte össze erejét. Barakuzan éven indultunk, ez egy baráti társaság, elég sok fiatal játékos próbáltunk összeszedni, jó kis tehetséges játékosokat, és próbálunk minél több tornán részt venni, minél jobb eredményeket elérni. Hála égnek itt ezen a tornán is elég jól indultunk, úgyhogy bízom benne, hogy majd a folytatás is jó lesz. Hát az első meccs az nagyon nehéz volt, de győztünk, 1-0-ra győztünk. A második még nehezebb volt, ott egy döntetlent értünk el. Hát a harmadik nem már felszabadulta voltak a srácok, úgyhogy egy 3-0-ás győzelemmel zártunk. Most lesz még egy mérkőzésünk, és remélem ezt is győzelemmel fogjuk zárni. Szerintem ez egy nagyon jó összetartó dolog, ez egy nemzeti sport igazából, mindenki szereti. Szerintem nincs olyan, aki nem szereti a futballt, úgyhogy én ennek örülök, és ez jó, hogy ezen részt vehetünk igazából.
mi Csantavérrel érkeztünk, határon túlról. Az igazság, hogy már ide hazajárunk, mert minden évben meghívnak bennünket, mi elfogadjuk a meghívást, jövünk, jól érezzük magunkat. Azért jöttünk, hogy megnyerjük, többit majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó a társaság, új társaságban mindig ismerkedünk, de nagyon jó. Az az igazság, hogy mi ott a délvidéken túli, mi is magyaroknak érezzük, sőt, azok is vagyunk, tehát mi is ünnepeljük ugyanúgy ezt az ünnepet, mint önök, és egyetértünk mindenkivel. A visszajelzések alapján évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Nemzeti Kupa. A résztvevők sporttal emlékezhetnek az 1848. március 15-én lezajlott eseményekre. A Senior Kupát pedig a közelmúltban elhunyt legendás játékosról, Miklós Istvánról nevezték el a szervezők, hogy a csapatok minden évben felidézhessék a sportember emlékét. A lebonyolítási rend évek óta, most már mondhatni évek óta ugyanaz. 10 csapatnak a nevezését tudjuk elfogadni. Ez a 10 hely szokásokhoz hűen nagyon gyorsan betelik, tehát ezzel nincs semmilyen gondunk. És igazából egy kísérlet volt annak idején az, hogy ezt a tornát ünnepnapon megrendezzük, mint egy így is ünnepelve a nemzeti ünnepet, és olyan sikere lett neki, hogy hagyomány lett belőle. Úgyhogy most már, ahogy mondtad te is, 5. alkalommal rendezzük meg. Nagyon jó csapatok érkeztek ismét, és már körülbelül 2 órára játszanak a játékosok. Nagyon jó meccseket vívnak, és örülünk, hogy ilyen népszerű lett ez a torna. Amikor jelentkeznek a csapatok, több esetben előfordult már, hogy megy a határon túlról is érkeztek már csapatok ide. Sajnos, ahogy mondtam, már az imént a nevezési létszám záros, tehát 10 főnél a lebonyolítási rend miatt nem tudunk több, vagy 10 csapatnál nem tudunk többet fogadni. Nem is kívánjuk ezt megnövelni. Ez így vált hagyománya, és így kívánjuk lebonyolítani a továbbiakban is. Ez a torna, azt mondhatom nyugodtan, mindenki megelégedésére folyik, és a játékosok nagy örömmel jönnek ide. Nyilván nagy dolog ilyenkor találkozni régi barátokkal, régi ismerősökkel, hiszen a labdarúgó szövetségnek a legtöbb eseménye pontosan erről szól, közösségépítés és jó hangulat. Ha lehet azt mondani, hogy valami tényleg nagyon népszerű lett, hát ez az emléktornánk lett egy rettentő népszerű esemény. Ide most már határon túlról is érkeznek, ide is jöttek Vajdaságból csapat, megyeszékhelyről jöttek csapatok. Úgyhogy ez a torna méltán népszerű. Pláne annak a tudatában, hogy idéntől egy nemrégiben elhunyt nagyszerű játékosról is megemlékezünk ennek a tornának keretébe. Nem csak megemlékezünk, hanem magát a tornát is róla nevezzük el. Innentől kezdve ez az első olyan torna, ami Miklós István elén zajlik. Ennek a játékosnak a játék tudása, a játék intelligenciája és maga a személye, azt gondolom, hogy méltó arra, hogy ezt a tornát megrendezhessük az ő tiszteletére. Egyébként az ő fia is itt van, és itt van neki az unokaöccse is, aminek szintén nagyon örülünk, és a régi sok jó barátja is itt van az Istvánnak, úgyhogy ez egy szíveket melengető történet most. A Nemzeti Kupának a lebonyolításáról csak egy mondat. 2 5-ös csoportba osztjuk a csapatokat, az első 4 helyezettek tovább jutnak, a legjobb 8 közé, ott egyenes kiesés van, és a végén pedig elődöntők. A Miklós István emléktorna pedig, az ugye eleve 8 csapattal zajlik, a csapatok elérik a csoportba a helyezéseiket, és a helyezéseik alapján vannak összesorsolva a helyosztókra. Tehát a csoport első 2 helyezettje játssza az elődöntőket, a 4., 5., 6. helyezett csapatok pedig játsszák a 5., 6., 7. illetve a 8. helyére a mérkőzéseket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél több játékosnak a teljesítményt elismerjük, ezért kreáltunk olyan díjakat is, már jó pár évvel ezelőtt, ami méltán népszerű díjak lettek. Ilyen például a DLS Plus díj, ami olyan játékosnak, vagy csapatnak, vagy csapatvezetőnek, vagy bárkinek adható, aki azon a tornán olyan pluszt tesz hozzá a történethez, legyen az a torna, legyen az a mérkőzésen egy sportszerű jelenet, vagy bármi, amit ezzel a díjjal ismerünk el. Valamint van egy díjunk, ez a nappillanata díj, ezt is évek óta most már kiosztjuk. Itt van egy kis változtatás, mert ezt a nappillanata díjat, ezt minden tornán kiosztjuk, és az a játékos kapja, amelyik azon a tornán egy nagyszerű cselt, nagyszerű gólt mutat be, esetleg egy nagyszerű védést. Tehát mindenképpen egy olyan játékos szokta ezt kapni, aki a pályán valami extra teljesítményt nyújt, vagy extra pillanatot, hiszen nappillanatára beszélünk, teljesít. És ettől az évtől kezdve ezt a díjat is a nemrég elhúgy barátunkról, Miklós István neveztük el, hiszen ő egy nagyszerű, zseniális játékos volt, ahogy itt a beharangozóban írtuk is, hogy neki majdnem minden mozdulata megérdemel volna egy nappillanata díjat. Zseniális játékos volt, és úgy döntöttünk, hogy minden tornán ezt a nappillanata díjat Miklós István díjként osztjuk ki. Az 5. Nemzeti Kupa győztes csapata a Ködi Generál Kft. Lett. A nappillanata díjat Kecskés Lajos kapta.
A 11. Miklós István Senior Foci Kupa első helyezettje az Afrikáz együttese lett, a Miklós István díjat pedig Éliás Zsolt érdemelte ki. Március 15-én rendezték a Karissa női labdarúgó bajnokság második fordulóját is a Dunajvárosi Sportcsarnok kistermében 6 együttes részvételével. Pénteken a 11. Miklós István emléktorna után a hölgyek is pályára léptek. A Karissa női labdarúgó bajnokság második fordulója remek hangulatban telt. A csapatok sportszerűen minden erőt beleadva küzdöttek egymás ellen. Hát az első forduló, ez az emléktorna volt, azon is részt vettünk. Igazából most nem ugyanazok a csapatok vannak, de van néhány csapat, aki ugyanúgy ott is részt vett. Én szerintem jól sikerült igazából az is. A mai napon mi játszottuk az első mérkőzést a Lépaséval, az döntetlen lett, 0-0. Majd ezután a következő meccset fogjuk játszani. Hát igazából így milyen célokkal érkeztünk. Mi ezt így gyakorlásnak fogjuk fel, nem sokára kezdődik majd a bajnokság, és akkor előtte így egy kicsit összeszokni, vannak új játékosok, és akkor ővelük így begyakorolni egy-két dolgot, hogy majd jól menjen a bajnokságra. Mennyire erős a mezőny, a másik csapatok milyenek? Én azt látom, hogy most erősebb talán, mint az emléktornán. A Kecskemét már játszott egy mérkőzést, ők például szerintem nagyon ügyesek. A Tolmás ugye most játszik, de úgy láttam, hogy ők is, tehát hogy sokan is érkeztek, ügyesek. Én szerintem ez mindenképpen jó, hogy most más csapatok vannak, és így megismerünk egy kicsit más régióból érkezőket is. Nem jó a hangulat, eddig 3 mérkőzés volt, én szerintem teljesen barátságosan, tehát azért nem voltak ilyen durva dolgok, én szerintem azért jó hangulat van. A Karissa női labdarúgó bajnokságnak köszönhetően a lányok is megmutathatják tehetségüket. A torna összesen 4 fordulóból áll, a végén a legtöbb pontot összegyűjtő együttes szerezheti meg a bajnokság első helyét. Nagyszerű mérkőzéseket láttuk az első fordulóba, ugye Székesfehérváron érkezett az Ikarusz csapata, aki rettentő teljesítményt nyújtott azon a tornán, most is itt vannak ők, Fehérvárról. A lebonyolítási rendszernek is köszönhető az, hogy visszatérnek a csapatok, hiszen 4 fordulósa rendezzük ezt, vagy szervezzük ezt a tornát, és a legvégén a 4 fordulón elért eredmények alapján hirdetjük meg a Karissa női bajnokságnak a végeredményét. Tehát a kupákon elért eredmények bekerülnek a tabellába. Ugye a kupán is megdíjazzuk a játékosokat, a csapatokat, hiszen volt egy kupa győzelem és egy siker nyilván díjazást érdemel, de az eredmények bekerülnek a tabellába. És a bajnokság legvégén pedig a tabellán az így elért eredmények alapján összesítünk, és így lesz meg a Karissa női bajnokság bajnoka. Ezért praktikus minden tornán itt lenni, mert ugye értelemszerűen akkor tud a legtöbb pontot szerezni egy csapat, hogyha minden tornán, minden eseményen részt vesz. Ennek köszönhető azt, hogy tavaly az Ikarusz például 3 tornán vett csak részt, a 4-ből, nem is sikerült megszerezni a bajnoki címet, viszont idén úgy beszélték, vagy úgy beszéltünk velük erről az egész történetről, hogy minden tornára el fognak jönni. Tehát valószínűleg jó eséllyel pályáznak a bajnoki címre, de nyilván ehhez lesz egy-két szava a helyi erőtnek is. Ugye a Baracsese nagyon-nagyon jó csapattal szokott érkezni, Dunajváros Pase szintén, úgyhogy nagyon jó mérkőzésre van kilátás. A korosztály ez teljesen vegyes, 14 év az alsó korhatár, onnantól kezdve hölgyekről beszélünk, azt mondom, maximális korhatára 20 év, de nyilván bármilyen korosztályú hölgy jöhet, örömmel látunk mindenkit. Érdekes módon Dunajvárosban női foci rettentő jó és népszerű. Hallani arról, hogy más városokban, akár Pestre is problémát okoz női bajnokságok, női kupák megszervezése. Nálunk itt is több ilyet új jelentkezés van. Szerencsére szívesen jönnek Dunajvárosba a csapatok, a női csapatok. Idén a délutáni időszakban lesznek a mérkőzések. 6 csapat nevezett idén a tornánkra. Nagyon jó mérkőzésre van kilátás. Különleges díjakat fognak kapni ma a lányok, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó tornának nézünk elébe. Sokszor használjuk azt a kifejezést, hogy férfias küzdelem látható a lányok mérkőzésein is, de azt gondolom, hogy a lányok inkább beleteszik pont azt a pluszt, mint amit az életünkben is beletesznek, azokat a kis finomságokat, azokat a kis nőies elemeket, és hát gyakran látni, hogy a férfiak megtöltik a lelátókat és nézik a lányokat, és nem csak azért, mert a lányok szépek, hanem azért, mert nagyon ügyesek is, tehát érdemes megnézni a lányok mérkőzései délután, mert azt gondolom, hogy tényleg remek kis meccsek szoktak lenni ezen a rendezvényen. A Karissa női labdarúgó bajnokság második fordulójának első helyezettje a Baracs Esse csapata lett. A Miklós István díjat Olá Enikő, a Karissa Esse díjat pedig Papp Petra vehette át.
A Dunaferese birkózó szakosztályának edzői az utánpótlás kinevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A gyerekek hetente több alkalommal is edzenek a volt kőrösi iskolában, mai nevén a Gurics György birkózó centrumban. A Dunaferese birkózó szakosztályának diákkor csoportja kezdi az edzést a Gurics György birkózó centrumban. A gyerekek között akadnak olyanok, akik nemrég kezdtek el ezzel a sportággal foglalkozni, de néhányan már évek óta birkóznak. 4 éve birkózok, és azért választottam ezt a sportot, mert hát megtetszett, ahogy itt gyűrkészük egymást. Az edzők nagyon jók, és a társak is, és az edzések jók, de kemények. Városunkban a lányoktól sem áll távol a birkózás. Pup Viktória édesapja és testvére mintáját követve űzi ezt a sportágat, 2018-ban pedig második helyezett lett a diákolimpián. 5. kezdtem el a birkózás, az tavaly, és azért választottam ezt a sportot, mert apukám is birkózott, és az öcsém is. Apukám sportolt, és ugye jó eredményeket érte, és nekem is kedvenc állam. Mert amikor az öcsém birkózott, akkor én is beálltam pár edzésre, és megtetszett. Diákolimpián ugye 2. lettem, és nekem ez nagyon nagy élmény volt, hogy ezt így elértem, hogy 2. éve birkózok, és ez így nagyon jó teljesítménynek mondanom. Van egy ellenfelem, aki mindig megvert eddig, és őt szeretném megverni. A bemelegítést követően a különféle fogásokat, technikákat gyakorolják a gyerekek. Természetesen Kis Károly edző a játékot is beépíti az edzésekbe. A fiatalok versenyeken is részt vehetnek. Áprilisban például Mezőfalván rendeznek egy megmérettetést. Hát ez a csoport, a diákkorcsoportunk. Ők körülbelül 2. osztályos kortól, 8-9 éves kortól van edzenek ebbe az időpontba, olyan 5.-6. osztályos koruk, tehát a diákkorcsoport körülbelül ezt töleli föl. 2. osztályos kortól már ebbe a csoportba tartoznak, az 1. osztályosaink azok előkészítő, nyilván nem meg kell tanulni alapdolgokat, eséseket, egy-két alapfogást, hogy bekerülhessenek már idézőjelbe a nagyok közé. Ez a korcsoport már versenyezni is jár, 10-11 éves kortól. Az eredmények azok változóak, attól függéppen milyen fogásnemet birkózunk, mennyire vannak már hozzászokva az új fogásokhoz, hát ez természetesen változó. Természetesen, mint a legtöbb sportágban, bemelegítéssel kezdünk, aztán az alapfogásokat gyakorolgatjuk, dobásokat, új fogásokat veszünk, és nyilván nagyon fontos része a küzdelem, amit a gyerekek talán a legjobban élveznek. Ez természetesen a vége, hát és egy kis erősítés természetesen, egy kis futás a desszert. Ebbe a korcsoportba az országos bajnokságra, illetve az országos diákolimpiára még területi selejtezőket rendeznek, ami 3-4 megyétől el föl. Ezeken kell érmes dobogós helyeken szerepelni, ez indulónként változik. Nyilván nagyobb létszámú versenysúlycsoportnál többen jutnak fel az országosra, ahol csak 2-3 ember indul, csak 1-2. Éppen az idén, nem is múlt hét végén volt egy versenyünk Egerbe, az országos kötött fogású diákolimpia, és ott részt vettünk a mezőfalvaiakkal együtt, ugye kihelyezett szakosztályunk 5 fővel, egy bronzéremmel tértünk az és egy 5. helyen. Lehetett volna jobb. Természetesen mi edzők mindig természetesen nem lehetünk elégedettek, mindig jobbat szeretnénk, de úgy gondolom, hogy még egy út elején járunk. Első éves korcsoportú versenyzőkkel indultunk, tehát a korcsoportjukban még fiatalnak számítanak, azt hiszem jövőre kell, hogy igazából odaérjenek. Leghamarabb Mezőfalván fogjuk rendezni a szabadfogású országos bajnokságnak a területi selejtezőjét, ez Mezőfalván lesz, április 7-én vasárnap, ha jól tudom, és ott természetesen teljes létszámmal indulni fogunk, nem csak mi dunai városiak, hanem a kihelyezett szakosztály, mint Benyink esetleg Mezőfalváról is. Ott 20-25 fővel fogunk mi részt venni Dunafer. Hát kíváncsian várjuk, hogy hányan fognak feljutni az országos döntővel. Csajok vannak. Éppen az idén az előkészítő korcsoportban vannak csak elsősök, szinte 16-17 fő, és fele lány.
Most, hogy ennyire szeretnek küzdeni a lányok, de hát ezt lehet tapasztalni órákon, testnevelési órákon is tartunk birkózó küzdőedzéseket, és nagyon szeretik, amikor ilyen kihívás elé állítjuk őket, hogy győzz le a másikat, győrd le a másikat, tord le a szőnyegre. Most lemorzsolódás az van természetesen lányok körébe, még inkább, ahogy kezdenek nőiesedni, de büszkén mondhatom, hogy van, tavaly is indult a serdülő Európa-bajnokságon lánytanítványunk, idén is megvan még az esélye arra, hogy képviselje Dunaújvárost az Európa-bajnokságon. Nyilván ez nagyon sok edzés munka még, de a fiúk közt is a Sallai Sándor még esélyes lehet, hogy esetleg válogatott legyen. Tavaly 4 aranyelvényes birkózónk volt. Én úgy gondolom, hogy nem könnyű ez az út, de elkezdjük kitaposni a gyerekeknek. A körülményeink megfelelőek, én úgy gondolom. A város vezetése, meg vezető edzőnk is minden megtesz azért, hogy itt a gyerekeknek minél jobb körülményeket biztosítson. Mi azt szeretnénk, hogy 3-4 kisvárosban, falvakban is van, tartunk edzéseket, hogy mégiscsak Dunaújváros környékéről, ha esetleg elvégzik az általános iskolát, akkor ha ide jönnek tovább tanulni, akkor egy nagyobb bázist tudjunk biztosítani, vagy esetleg azt, hogy tudják folytatni ezt a sportágat. Igazából legtöbb versenyző itt Dunaújváros helybeli, dunaújvárosi helybeli, esetleg Mezőfalváról járnak be edzeni hetente egyszer, kétszer, mert ugye jó a gyerekeknek, hogyha új környezetben vannak, új edzőpartnerekkel készülnek, mert az edző is egy kicsit mindig másképp mutatja a fogásokat, mindig újabbat tanulnak tőlem is, akár a kollégáimtól is. De főleg Dunaújvárosból járnak ide hozzánk. A Gurics György birkózócentrum maximálisan biztosítja az utánpótlás korúak számára is a felkészülést. A Dunafer SE birkózó szakosztályának edzői játékosan tanítják meg a gyerekeknek a mozdulatokat, fogásokat és technikákat. Céljuk, hogy a fiatalok megszeressék a sportágat. Kedves nézőink, önök a DSTV sportmagazinját, a Kispadot látták. A műsor elkészítésében közreműködő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ugye tudják, az ismétléseket követően jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk önöket. Tartsanak velünk továbbra is. Viszlát!